Na, szevasztok, folytatjuk. A Wolfenstein Young... nem, majdnem Youngbloodot mondtam. Nem, nem. Nem tudom, miért akartam azt mondani. Old Blood. Igen, Youngblood, Old Blood, igen. Elég hasonlóak. Zo, akkor itt vagyunk a zsilip kapuban. Menjünk is tovább. Don't worry, Wesley. I've got a plan. Break into the keep. Igen, ezt a területet néztem meg a technikai tesztelés alatt, és nem tudtam felvenni az életet. Igen, ezt a részt ellenőriztem mindig a technikai tesztelésnél, ezt a pályarészt alkalmaztam. Ez az egyik olyan terület, ami így elég különösen sebességigényes. Hát igen, igen, igen. Lehet is látni, hogy leesett 60 FPS alá a sebesség. Itt már nem olyan szép a framerate, mint kéne, hogy legyen. Késdobálás. Tök jó. Igen, ezt a nagy ajtót kell ugye kinyissuk. Várjál, vannak is sityakok? Abból kell sokat felszednem. Nem, ezek nem dobták el. Igen, majd ezzel is kell menjünk arra, de előtte... Megnézem, mi van a dobozban. Nem sok minden. Ott gránátovicsok. Ott vannak még sityakok. Dankeschön. Ott is van. Jó, ez majd akkor később jó lesz. Itt még úgyis lesz többször csatározás, úgyhogy mármint tűzharc. Ezt egyszer visszarakjuk a helyére, feltölteni. És akkor... Ott is, ó, ott is van a sityakok, jó van. Ezt itt egyszer azt ott kinyitjuk. És oda úszunk. Blugy, blugy. Ott van még páncél. És arany! Megkösön! Zó! Páncél is maxon van. Minden is maxon van. Mentés. Ez szép volt. Hozzászoktam, hogy ugye a Eger Görgővel volt a közelharc a New Ordernél. Itt ez a téma egy picit máshogy van. Várja. Hangtompító rajta van. Igen, itt most lesznek egy páran.
Ez nem úgy sült el, ahogy... szerettem volna. De... ja, megoldottam végül is. Halló? Mist! Granáta! Alter! Szavasz? Ja? És valami ilyesmit mondanék. Ja, hier bin ich! Hallo! Ott láttam az előbb még valakit. Esküszöm. Ott! Ezzel lehet, hogy meg is... nem. Most öltem meg. Zo. Nem is ment olyan... sok hamá! Az a soti! Megvan a soti! Bi-bi-bi! Arany! Ó! Oh, térkép! Nyugati torony! Micsoda rajzok! Ezek a textúrák is tök jól néznek ki, hogy így össze-vissza vannak a téglák. Tök jó! Lőszar, 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 lőszar! Még több lőszar! Sityak! Az előbb innen jöttek ki. Nincs itt semmi. Jó. Itt van egy cetli. Svédország békeszerződést ír alá. Berlin 1946. március 14. Hétfőn kora reggel egy békeszerződést írt alá V. Gustav, svéd király és Adolf Hitler. Egy hónapnyi artiszi hadviselés követően bátor fiaink áttörtek az arcvonalon, és elfoglaltak egy vasércbányát Kirunában, egy stratégiailag fontos helyet. A svéd kormány megadásával a parlamentet feloszlatták, és a svéd monarchia hűséget fogadott Németországnak, és ezzel együtt Adolf Hitlernek. Ezzel a békeszerződéssel létrejött, és elfogadtak egy olyan megállapodást, miszerint Svédországból vasércet fognak szállítani, kizárólag Németországba, ezzel adva egy hatalmas lökést a stagnáló svéd gazdaságnak. Az aláírás követően Adolf Hitler egy dr. Gunnar Dahlberg által szervezett túrán vett részt, aki egy a világon elsőként 1922-ben létrehozott faji biológiára szakosodott állami intézmény alapítója. A Führer teljesen el volt ragadtatva a látottaktól, és teljes körű támogatására biztosította a jövőbeni projektet illetően. El tudom képzelni, hogy a Führer ígérete meg szava mennyit érhetett akkoriban. Nem sokat kb. Mi történt a zenével? Van hirtelen elhalkult. Én nem kapcsoltam. Bom. Tehát a zenét én nem kapcsoltam ki, csak mondom. Valamiért elnémult. Mert van arra külön beállítás egyébként? Hang. Játék. Háttérzenés ki és bekapcsolása. Mert eddig ugye be volt kapcsolva, tehát ez egy kicsit csalóka, mert nem elnémítjuk, hanem bekap... jó, mindegy. Mindegy. Én nem nyúltam hozzá.
Ah, visszajött a zene, oké. Okay. One more. Az előbb annyira hirtelen elhalkult, hogy azt hittem valami bugba futottam bele, vagy nem is tudom. Igen, az egyik zárat most kinyitottuk. Mondom, nem rosszak ezek a textúrák itt. Nem rosszak. Dankeschön. Hát te ki vagy? Nem hasonlít ez a csáv, vagy egy icipicit arra van Atkinsonra? Vagy én látom rosszul? Mondjuk olyan, talán a fekete viperából szedték volna ki ezt a képet. Na mindegy. Guten Tag! Nein, keine Granate! Lass das! Ciao. Mist! Átkozott gránátosok. Tessék! Assist! Ciao. Ah, scheiße! Ah, ja. Jó nézel ki! Vagy jól kinézel. Ah, shot illőszar, az mindig jó jön. Tényleg mi nem is használtam, pedig az előbb fenn a toronyban ott lehet, hogy kicsit előnyösebb lett volna, de hát én nagyon-nagyon gépfegyveres vagyok. Én mindig mindenhol szinte gépfegyvert szeretek használni. Közelre is, távolra is. Vannak... kicsit fizikai anomáliák itt-ott előfordulnak. Várjál, erre voltak még... nem itt. Valahol. Aha, ez az. Oké. És akkor most... megyünk... ezzel a hajókával, ugye? Térkép frissítve. Jetzt geht's los. Ó, ennyi? Jó. Ó, oké. Ó! Ötven. Na, itt legalább nem pre-render videóban csinálták ezt meg. Sok értelme nem is lett volna meglátásom szerint. Jaj, de jó! Parancsnokok! Yeah, either you. Guess it's on foot from here. Fájhatott. Bombsusz.
Oké. Okay. Ott volt fenn a parancsnok, láttam az előbb. Ott. Scheiße, man! Ciao. Még egy van! Sürgősen meg kell találjam! Ott van! Hogy ordít! Az előbb itt volt. Hello! Ja, az egy csávó sajnos észrevett az előbb. Na ázod, ez két tag. Azt hiszem kipucoltam a területet elég gyorsan. Zégut. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon, nagyon, nagyon jó. Mindenhol életecske. Sityak! Na, most már körbe tudunk itt nézni. Egy kicsit nyugodtabban. Na, most már csak a lőszert kell feltöltenem. Nézd, milyen sok... sok cucc! Ajjajaj, rengeteg cucc van itt még! Rengeteg, hát ez rengeteg. Ó! Oh! Hát, haver! Be is púróljáltál? Kellett kötekedned. Ez burst fire, aha. Jó. Az nem nyert. Ne, duck hunting. Lőszer is maxon van, oda le nem megyünk. Ejj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 
Na, most legalább csönd van, látod? Jó. Ó. Jesus. Tényleg, hogy állunk egyébként a... Mi ez a bombönsusz? Egy nagy pontosságú, nagy kaliberű fegyver ideálisan alkalmazható közepes és nagy távolságokra. Az ismétlődő betöltő mechanizmusa lassú, azonban a lövései okozta sebzés kompenzálja ezt a hátrányt. Várjál már. Gépkarabé. Bombönsusz! Oké, ezt a fegyvert még egyszer sem próbáltam, he?
Ezt még egyszer sem próbáltam. Ja, hogy ez ilyen mesterlövész féleség. Aha. Ach so. Jó. Ma ezt is ki fogjuk próbálni, és akkor, aha, igen, ez a soti. Jó. Most így szűk terepen, nézd csak, mi van ott. Vélem, leporolja a soti tetejét, ez tök jó. Szűk terepen, szerintem maradok akkor, várjál, egyelőre a sotinál. Az előbb, mintha láttam volna, igen. Egy papírót. Keleti torony térképe. Egy ilyen. Könnyű lőszar. Bombsusz lőszar. És egy kulcs! Dankeschön! Á, ez ide kell. Ez az. Potty. Tehát le kell pottyannyak, jó. Also, ich legte im Bett neben diesem Mädchen und... Lag. Was? Du hast im Bett gelegen. Nicht gelegt. Legen, liegen, wo ist der Unterschied? Du legst Eier. Du liegst im Bett. Ich nehme an, du bist kein Vogel, oder? Willst du jetzt die Geschichte hören oder nicht? Die Sprache richtig zu können ist wichtig. Warum hackst du ständig auf jedermanns Grammatik rum? Weil ich an die Erhaltung der Reinheit unserer wunderschönen Sprache glaube. Damit wir nicht der Barbarei verfallen. Na, dann erzähle ich die Geschichte eben nicht. Ich sag dir nur, wenn wir... Ach, halt die Klappe! Az egyik egy köcsög grammárnáci volt. Megérdemelten kötözködött. Hanyahá! Hát de... Alta! Hát de hogy vett észre? Tudod mit, öreg? This air. Reminds me of the bog by the Johnson's farm back home. Smell of dead plants and wet wood. Hát de hangtompítóssal szedtem le. Ja, lehet, hogy pont mellette állt, amikor összerogyott. Aztán amiatt vette észre, az könnyen lehet. Gut. Tényleg, hogy állunk a... 52 sityak. Jaj, nagyon jó, nagyon jó. 31 per... Ó, ez még sokáig fog tartani, mire az meg lesz. Ezt az animációt bírom, leporolja. Ó, és rengeteg minden van még. Nagyon-nagyon sok felvehető cucc. Az. Én... Alta, was war das denn? Remek! Blaszko annyira nehéz, hogy leszakadt a padló. Csodás. Hát szép. És most vissza... oda visszamászni. Hát ez... Szép lesz. Na, alsó katakombák.
Igen. Igen. Ez katakombák. Más néven temetkezési hely. Katakombák térképe. Bizony, ez 2 évvel ezelőtt, amikor először játszottam ezzel, nem így nézett ki ez a játék. Most azért sokkal szebb. Oké, most... Ajja... La 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 la... Pop! Állá! Beleállítja az állába a csövet, azt a rohadt. Hello! Az igen, ez jó helyen van az a kés. Bonnusos? Was zum Teufel? Nichts! Ennek a pályának jó hangulata van. Kíváncsi vagyok, hogy itt hogy fog menni a stealthezés. Az igen. Hát itt is gyűjthetnék sityakokat, de hát eddig úgy tűnik, hogy túl ügyes vagyok, voltam, leszek, nem tudom. Majd kiderül. Szó centrále. Ez mennyire durva. Várja. Éreztem, hogy lesz itt valaki. Gyere! Scheisse, man! Ó, ott volt mögötte és az észrevette. Eddig tartott a stealthezés. Nem tudtam, hogy ott van mögötte még valaki. Állj a francba. Aha. Így is jó. Arany! Azért picit mégiscsak így jobb, mint hogyha milliárdan jönnének. Oké. Állt, de megijedtem! Push bal shift és space. Sprintelős ugráshoz. Jó. Egy.
Oh, bombenschuss. Egyszer majd azt a fegyvert is ki akarom próbálni, de nem most. Majd eljön annak is az ideje. Egyszer, valahol, valamikor. Várjál itt most. Hé? Várjál itt most valami árulás van. Nem tudok tovább menni, he. De, tovább tudok menni. Ó, oh, utolsó pillanatban vettem észre. Bombusos. Felső katakombák. Aha, és itt felmászunk. Zó. Bal, jobb, bal, jobb. Jó, ezt nem látta senki. Jó. Oh. Minden maxon van. Nem, könnyülőszert még tudtam felvenni. Oké. Okay. És akkor állj, volt is egy mentés. Indulunk. Megnézzük, mi van itt fenn. És akkor gondolom, most már teljesen feljutunk. Vissza a talonyba. Zó. Bal jobb. Itt semmi más. Itt van fenn a parancsnok. Tudom, hol a másik. Remélem, nem fog észrevenni. Megpróbálok feljutni. Csak hogy tisztán tudjak egy fejlővést adni neki. Gyere csak vissza, haver! Nem akarom, hogy észrevegyenek. A másikat is így szeretném leszedni. Cs-cs-cs. Zó, most attól, hogy leszettem a parancsnokokat, attól még lehet, hogy itt lesznek még egy páran. Oh,
Az első lövés nem jött össze, de még a második se. Hogy megtántorodott, az jó volt. Ennyi. Szerintem... Először azt hittem, hirtelen egy pillanatra azt hittem, hogy itt egy kutya van. Nem, ott mentünk el. Igen. Szerintem akkor kipucoltam ezt a területet. Stealth-ezéssel, bibibi. Nem vettek észre, nem volt nagy tűzharc, bibibi. Ez mi? Jövő héten nyílik a Normandiai Védelmi Múzeum Párizs, 46. március 15. Ja igen, és a játék elés március 15-én kezdődik, ugye. Két évvel, az 1944. júniusában sikertelenül végrehajtott a szövetséges partraszállás után a Wehrmacht együttműködésben a Népfronttal készen állnak beiktatni az első Normandiai Védelmi Múzeumot. Maga a múzeum három elkülönített részből áll, összekötetésben egy föld alatti metróval, mely lehetővé teszi a bunker túrákat, táborhelyek és a partszakaszok meglátogatását. 156 ezer szövetséges katona vesztette életét a normandiai invázió alatt. Mindösszesen 89 német hős fizetett életével dicső országának. A sikertelen inváziót követően az ismert D-Day, ahol a D betű az angol death, azaz halál szót szimbolizálja, szinte már csak az utolsó szög a koporsóban az angol-amerikai szövetségre való tekintettel. A múzeum sebes építése közepette a múzeum igazgatója a következőt nyilatkozta. Ez költői igazság. A múzeum azok által építetett, akiket az invázió alatt foglyul ejtettünk. Ide jöttek megsemmisíteni az anyaországunkat, végül a saját vereségük és bukások emlékművét építették meg. Hát igen, igen. Elég durva arányok. Ugye 156 ezeren haltak meg, és ebből 80 valahány csak a német oldalról. De hát az is lehet, hogy csak egy... hogy ez csak egy ilyen... propaganda info, lehet, hogy ez el van ferdítve. A valóság, ahogy a propagandában az lenni szó. Kás! Halló? Alta, vasz? Oké, én azt mondom, nézzük meg a bombenschuss működés közben. Ki és honnan lőtt az előbb? Látlak! Megvagy! Ó, igen! Ó, köcsögöm széken! Mármint köszönöm szépen! Ez az! Már mindjárt más téma! Ott volt fönn! Zó! Ez az, és nyitva. Bejutni a víztározóba. Úgyhogy túltöltjük a témát. Bár, mi volt ez? Na. Aha. Szerintem itt megint lesz egy kisebb csetepaté. Vagy nagyobb. Halló! Az headshot volt! Ne!
Ach ja, ich auch. Ah. Ciao. Mi mindig itt van ez a lebegő cucc. Erre nem volt még... Több páncél, nem. Nem baj. De, itt. Sotit még nem sűrűn használtam, mondjuk. Nem baj. Ez nem feltétlen gond. Jó. Gondoltam, hogy itt többször lesz ilyen veszekedés a kapu előtt. Dankeschön. Na most várjál, ha én ott bemegyek, azon agyalok, hogy oda vajon bevihetem a nagy fegyvert. Mert azt is ugye fejleszteni kéne a képességet, hogy idővel majd el tudjam tenni az inventoriba, úgyhogy megpróbálkozok egy olyannal. Gyere csak! Nye! Igen, hát ugye sprinteni nem lehet, de megpróbálom bevinni. Túltöltjük, mert aztán van egy olyan képesség is, hogy túltöltött élettel kell kinyírni valamennyi ellenfelet. Hirtelen nem tudom fejből, hogy mennyit. Miért van olyan érzésem, hogy nem vihetem magammal a nagy fegyvert? Megint egy pre-render átvezető van. Szerintem akkor itt most vagy egy... Fágete. Ójaj. Harmadik fejezet. Wolfenstein vártarony. Hő-hő. Jó, srácok. Innen fogjuk folytatni, oké? Okay? És... ja. De magammal hoztam a nagy fegyvert. Ó, igen, ez az. Ez az. Jó, oké. Okay. Na, köszi a figyelmet, innen folytatjuk a következő részben. Elkezdünk a harmadik fejezethez. Na, szevasztok, szevasztok!